Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmes csatornán. Terence Hill karrierjének bemutatása során jöjjön most két olyan film, mely sok tekintetben nagyon hasonló. Kezdjük először is a korábbival, az 1977-es Mr. Milliárddal. Ha a színész karrierjét nézzük, akkor pont ott tartott, hogy nagyon szeretett volna szakítani az eddigi western szerepekkel, és valami teljesen újba belefogni. Ennek első lépése volt, hogy Amerikába költözött és beiratkozott színésziskolába. Ebben az időszakban sok szerepajánlatot kapott. Később egy interjúban felfedte, hogy elsősorban akciószerepeket kínáltak neki, ráadásul olyanokat, melyeket nem igazán vállalt volna szívesen. Ezután érkezett a felkérés a Mr. Milliárdra, ami teljes egészében amerikai pénzből készült el, és lehet mondani, hogy tipikus amerikai akcióvígjáték a 70-es évek stílusában. A történet annyi, hogy Terence Hill Olaszországban él, van egy nagybácsikája Amerikában, aki meghal és egy csomó pénzt örökölt tőle. Az egyetlen feltétel, hogy hozzájusson az örökséghez, hogy 20 nap múlva Amerikában aláírjon egy papírt. Innentől egy akcióvígjáték road movie-ba megyünk bele, ahol nagyon sok ember szeretné megakadályozni Terence Hillt, hogy odaérjen időbe és felvegye a pénzt. Egy átlagos Terence Hill rajongónak két problémája lehet ezzel a filmmel. Az egyik, hogy nem elég vicces, a másik pedig, hogy nagyon sok tekintetben amerikanizált. Azonban pont ezért sok tekintetben érdekes is a film, hiszen Terence Hillt teljesen máshogy láthatjuk, mint az eddig megismert filmekben. Az igaz, hogy színészként nagyjából azt hozza, amit megszokhattunk tőle, de egy teljesen eltérő környezetben. Ha azt nézem, hogy Amerikában a 70-es években milyen filmek készültek, és hogy a hasonló stílusú mozik milyenek voltak, akkor ezek közül átlagosnak mondható a Mr. Milliárd. Ha azonban a többi Terence Hill filmmel szeretném összehasonlítani, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem elég vicces. Bár az elvitathatatlan az alkotástól, hogy egy olasz filmhez képest látszik, hogy sokkal több pénzből készült, és talán egy picit nagyobb technikai odafigyeléssel. A filmet Jonathan Kepler rendezte, aki például az Oscar-díjas vádlottakat is. Nos, azt is el kell ismerni, hogy a profi rendezés is látszik a Mr. Milliárdon. Megmondom őszintén, hogy én annyira nem élveztem a filmet, ugyanis nekem túlzottan hiányoztak a poénok. Így összességében 45%-ra tudom értékelni. Nézzük a másik alkotást, 1987-ből a Kemény fejűt. Amiben rokonságot mutat a Mr. Milliárddal, hogy ebben is van amerikai pénz, illetve hogy teljes egészében Amerikában forgatták. Minden egyéb tekintetben azonban inkább hibridet képvisel az olasz filmgyártással. Sőt, valamilyen szinten Terence Hill filmjeit is ötvözi. Kapunk egy csipetnyi Trinity-t, egy kicsit a későbbi Lucky Luke-ból, illetve egy keveset a Super Zsaruból is. Érdekesség a filmmel kapcsolatban, hogy vígjátékként forgalmazták. Ennek ellenére ez inkább egy családi film, egy apa-fiú kapcsolatról, melyben természetesen vannak poénok, de némi drámai beütés is. A mozit nagyon sok országban, annak ellenére, hogy semmi köze hozzá, olyan címen forgalmazták, mely valamilyen szinten utal az Ördög jobb és bal kezére. A történet szerint Terence Hill karaktere egyfajta modernkori pisztolyhős. Az egyik barátja börtönbe kerül, és megkéri Terence Hillt, hogy vigye el a fiát a birtokára, amit természetesen nagyon sokan szeretnének megkaparintani. Természetesen rengeteg közös kalandba keverednek bele a fiúval, aki nem is szívleli annyira, hogy össze van zárva Terence Hill karakterével. A mozit E.B. Clucher rendezte, és Terence Hill figurája, illetve a western hangulat nagyon olaszos. Viszont a körülötte lévő egész körítés nagyon amerikai. Erre utalnak a különböző mellékszereplő karakterek is, illetve az, amilyen zenéket használnak a moziban. Érdemes megemlíteni a film kapcsán, hogy a fiatal fiút Ross Hill játsza, Terence Hill fia, aki nem sokkal a forgatás után meghalt. Megjegyezném, hogy annak ellenére, hogy néha egy picit túlerőlteti a figurát, nem rossz az alakítása. Ami azonban a film talán legnagyobb erénye, hogy elképesztően jól működik apa és fia közt a kémia. Összességében a Kemény fejű egy nagyon élvezhető film, persze nem összehasonlítható a Bud Spencerrel közös filmekkel. Például azt nézem, hogy Bud Spencer ebben az időszakban az Aladdinnal rukkolt elő, akkor úgy fogalmaznék, hogy lehet, hogy abban több poén van, de a Kemény fejű, mint film egyértelműen jobb. Magyar szempontból 2 darab szinkron készült a filmhez, 89-ben, illetve 2001-ben. Mindkét változatban Újréti László szinkronizálja Terence Hillt, csak a mellékszereplők hangjában van különbség. Én kedvelem ezt a filmet, annak ellenére, hogy nem tekinthető klasszikusnak, de Terence Hill rajongóknak mindenképpen érdemes megtekinteni. Én a magam részéről egy kicsit alternatív skálán 65%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!